να άλλο μισά. Όχι, δεν είναι αυτό. 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 Nem hagyjuk, hogy elvegyék a földünket, elvegyék a szabadságunkat! Menjünk még arra fölfelé! Még, Szabad Magyarországot! Tudjátok, a mai demonstrációnak az egyik célja felhívni a banki dolgozók figyelmét arról, hogy mekkora biztonságokat követtek el akkor, amikor nem tájékoztatták az ügyfeleket a devizahitelek kockázatáról. Felhívjuk a figyelmét a banki dolgozóknak arra, hogy itt az idő felelni és elmondani, hogy ők mit mondtak, mit nem mondtak, mit hallgattak el. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy jelenleg az Otthonvédelmi Tanács, a kampánycsoport és a Nem adom a házamat mozgalom bankellenes demonstrációja folyik. Nem törjük, hogy a devizahitelekkel kiposzták az országunkat. Mindent megteszünk azért, hogy az emberek szabaduljanak a csalásból. Romániában az OTP Bank 10%-kal olcsóban adja a hitelt, mint Magyarországon. Az OTP Bank Magyarországon kibocsájtott egy úgynevezett devizahitel konstrukciót, ami nem devizában történt. Ugyanis a nyilvántartás a deviza, de amit kifizettek, az forint. Viszont a visszafizetés forintban kérik, de devizában elszámolva. Ez egy olyan mértékű csalást okoz, hogy az eredeti törlesztő részletnek a háromszorosát, négyszeresét kell kifizetni. Kérdezem én, ki az a bolond, aki előre tudja, hogy ekkora törlesztő részletet kell fizetni, és aláírja a szerződését? Senki. Szerintem senki. De tájékoztatjuk az OTP-ban dolgozóit, hogy minél előbb mondjanak föl a bentáinknak, mert nem sokáig lesz munkahelyük. Külföldi bankot takarítatok, tisztességes magyar bankokat akarunk! Levelük! Mivel nem kérünk a bankoktól, hanem követelünk. A bankvezetőkkel már nem is tárgyalunk. Hogy tudjátok, bevittünk egy csomagot a demonstráció előtt a bankba, egy felhívást, amit az aktivisták odaadtak az ügyintézőknek. A következő felhívást kapták.
Devizai keresek felhívása a banki ügyintézőkhöz. Az ország gazdasága romokban. Emberek ezrei a kilakoltatás szélén. A lakosság kifosztása soha nem látott méreteket öltött. A devizehételek miatt öngyilkos szülők után síró gyerekek tucatjai. És ön még mindig hallgat? Eljött az ideje, hogy elmondja a devizehitelek kihelyezésénél, hogyan járt el ön és a többi hitelügyintézéssel foglalkozó kollégája. Említette-e ön az adósoknak, hogy a svájci frank lehet 240 forint is? Tudta-e, számított-e rá, hogy a svájci frank lehet 240 forint is? Megvizsgálták-e, hogy a megemelkedett törlesztő részleteket elbírja-e az adós jövedelme? Részletesen elmondta-e az adósnak, hogy korlátlan kockázatot kell vállalnia? Tudta-e ön, hogy a bankja bármikor és bármilyen mértékben emelheti a törlesztő részletet? Mi volt az oka annak, hogy ön és a többi kollégája leginkább svájci frank és japán jenes alapú hiteleket adott az adósoknak? Volt-e az ügyintézőknek kitűzött terve a devizahitelek eladására? Ugye mi tudjuk a válaszokat, és itt az ideje, hogy a banki ügyintézők is felálljanak és elmondják ezeket a válaszokat, sokkal egyszerűbb lesz a dolguk a bíróságukon. Mondja el ezeket és a többi megtévesztést, hogy ne történjen több tragédia. Legyen meg most, nehogy késő legyen. Önnek van devizahitele? Ön még tudja fizetni? Ön tud aludni? Meddig lesz még munkahelye? Szerintem nem sokáig, mert elsöpörjük a csalóbandát. Megcsináljuk önhelyett is, csak ennél hamarabb végzünk. Leplezzük le együtt a csalásokat. És ezeket a banki dolgozók kapták meg a kezükhöz, ugyanúgy, mint Debrecenben, és ugyanúgy, mint az ország központján ezután is meg fogják kapni. És néhány biztonság az OTP-től, ha már itt vagyunk, akkor a világért ne hagyjuk ki. Az OTP-s ügyintéző a következőt mondta, amikor kihelyezte a hitelt. Stabil dolog. Maximum 1-2 forintot mozoghat a svájci frank. És ezt egyik adós mondta el. Egy másik adósnak az OTP ügyintézője csak svájci frank hitelt ajánlott. Forint hitelről szó sem volt, és választási lehetőségről sem volt szó. Számtalan ügyfelünk, számtalan banki adós nem is volt jogosult forint hitelre, mert a jövedelme csak svájci frank alapú hitelt bírt el. Vajon hogyan nézték azt meg, hogy ez az adós később fogja tudni fizetni? És még ráadásul pénzt is fizettünk ezért a bírálatért. És még egy konkrét eset az OTP-nél. 2005-ben az egyik adós felvett 4,5 millió forintot. Eddig befizetett 4 millió 800 ezer forintot. A bank szerint 4 millió 600-al még tartozik. Mi a csalás ez?